Ezért kérem, lapozzatok a Bibliájátokban a Máté Evangélium a 21. fejezetéhez, majd a Lukács Evangélium a 19-es fejezetéhez. Ezt követően Máté 21, az első verstől olvassuk a világ vasárnapi történetet. Máté Evangélium a 21. fejezet, első verstől, helyeteken ülve kövessétek az igényüket. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldte két tanítványát, és ezt mondta neki: menjetek az előtetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötözött szamarat csikójával együtt. Fogjátok el, és vezessétek hozzá. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedik azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék azt, amit az Úr mondott a proféta által. Mondjátok meg Sion leányának, íme király jön hozzád, aki alázatos és szamár háton ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Amint beírt Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: kicsoda ez? Sokaság ezt mondta: ő Jézus, a galileai Názaretből való próféta. Azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárosok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik: megvan írva, az én házam imádság házának nevezik, ti pedig rablók ballagjává teszitek. Azután vakok és sáták mentek a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna Dávid fiának, haragra robbantak, és így szóltak hozzá: hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik: hallom. Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. El otthagy őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Lukács Evangélium a 19. fejezet, 37-es verstől a 44-es versig olvasom. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokassága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Isten mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, amennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokasságból néhány farizeus ezt mondta neki: mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amen. Eddig az ige. Nem fogjuk verse végigvenni most az egész történetet, hanem egy-két gondolatot szeretnék kiemelni a világvasárnapi történet tanúságaiból. Először is nézzük meg a nagy hét eseményeit, hogy el tudjuk helyezni mindazt, amit olvastunk, és ami történt és történni fog Jézussal nagy héten, és történt már múlt időben. Először is kezdjük a pénteki nappal, amikor Jézus megérkezett Betániába, itt keni meg Mária őt a halálára készülve a drága kenettel, a drága olajjal, és az írás János Evangélium a Ezéhez föl, 12. fejezetben, hogy betöltötte a kenet illata azt a házat, és mondta Jézus, hogy a temetésemre készülve kent meg engem olajjal. Szombaton, sabbat napján Jézus rendhagyó módon Betániában pihent. Mit szokott csinálni szombaton Jézus egyébként? Hova szokott menni? A zsinagógában mit szokott csinálni? Tanítani, prédikálni. Érdekes, hogy ezen a szombaton nem ment a zsinagógába,
hanem egy más típusú közösséget élt meg azokkal, akik hozzá tartoznak. Betelemiában lakott Lázár, Mária és Márta, és nem feltétlenül kell azt gondolni, hogy ekkora házuk volt, hogy az egész tanítvány sereget le tudták fektetni, nagy valószínűség az udvarban szállásoltak Jézusék, és így gondoskodtak róluk a Lázár és testvérei, a családjuk. Szombaton tehát Jézus pihent. Vasárnap azon felolvasott történetnek tanúi voltunk, történet alapján tanúi voltunk az eseményeknek. A virágvasárnapra nevezzük a diadalmas bevonulását, a királyi bevonulását Jézusnak, hogy Jeruzsálembe bevonul. Ezt olvastuk föl. Hétfőn van a másik esemény, amit szintén felolvastunk, akkor tisztítja meg a templomot, hétfőn visszamegy Jézus, és akkor van az, hogy a pénzváltók asztalait és a galambárosok székeit felborogatja. Tudni kell, hogy a galamb áldozat a szegények áldozata volt, ezért a legtöbb ember a galambot vásárolta. Az igazán különleges, megszentelt galambot azt a templomba lehetett venni extra. Nagyjából 2-2,5 millió ember zarándokolt Jeruzsálemben, így a 35 ezer Jeruzsálem sokszorosára növekedett, és környék is tele volt emberekkel. Ha összedobjátok, hogy mennyi pénzt sápoltak le a 2-2,5 millió embertől, sok 100 millió forintnak megfelelő összeg volt, amivel meggazdagodtak a pénzváltók. Ugyanis a pénz sem lehetett akár gyarokok adományba adni, mert a pogány népek királyi rajta voltak a pogány keresetből származó jövedelm korongjain, ezért azokat nem lehetett adni adományként, hanem súlyos költséget be kellett váltani szent dénára, amivel aztán elfogadták az áldozatot a templomban. Tehát elég szennyes, gusztustalan világ volt ez, talán ennyi elegendő is Jézus, hogy megértsük Jézust, hogy mi is volt, ami őt felháborította, hogy az én házam az imádság háza. Szóval, hogy hogyan láttak be a pogányok arra a területre, ahol ez a biznisz ment, akiknek egyébként a meghívást kellett adni az egyik az Isten imádatára. Tehát undorító volt igazán az egész dolog. Ez volt hétfő. Kedden ugye van a vita napja, a Máté 23-24-25-ös fejezeteket olvassuk, amikor a templomban vitázik, tanít példázatokat, mondja Jézus, utolsó időkről is tanít Jézus, a nagy utolsó időkről szóló nagy beszéde is elhangoznak. Szerdán érdekes módon ismét egy pihenőnapot iktat be Jézus, az evangéliumok nem is számolnak be semmilyen eseményről, Betániában van. És szintén ismét csak azoknak a körében van, akik a tanítványai, akikkel szeretett kapcsolatban van Jézus. Csütörtökön egy nappal hamarabb ugye az utolsó vacsora, a páska vacsorát eltölti, kikkel? A tanítványaival tölti el. Megint csak azt látjuk, hogy ebben a körben van, és a Getsemáné kerti imatussája is ugye ezen a csütörtöki éjszakán történik. Pénteken van Jézusnak a pere, a megkínzása, megaláztatása és a keresztre feszítése. Szombaton ugye a sírban pihen, az evangéliumok nyilván erről beszámolni így eseményként nem számolnak, hisz Jézus teste a sziklasírban van. Valószínűleg pénteken este 6 óráig oda kellett kerülnie, mert 6 órakor elkezdődött a sabbat, és a zsidók már akkor munkát nem végeztek. Tehát péntek este 6 órától vasárnap hajnalig, azaz harmadnapra, ugye, hogy Jézus megjövendőli, föltámad a mi megváltunk, legyőzve a halált, a bűnt és a sátánt, megszégyenítve nyilvánosan ezeket az erősségeket, és ezáltal a diadal által adva lehetőséget minden ember számára az üdvösségre, a bűnbocsánatra és a mennyei örökségre. Legyen áldott az Úr neve. Érted? Ahogy a proféciák megjövendölték, tehát a szenvedő messiás legyőzze halált feltámad, Ézsaiás 53-ban is egyértelműen olvasunk erről 700 évvel Krisztus halála előtt. Érdemes megszívlelni Jézus példáját. Talán ezt emelném most ebből a nagy heti eseménysorozatból ki. Mit is értek ezen? Az, hogy hogyan készült ő lelkileg és fizikailag is a megpróbáltatásra. Az Isten fia. Nem bolond módon neki szaladt ennek a hétnek, hanem nézzétek meg, hogy milyen bölcsen helyez el pihenő napokat, ahol lelkileg is és fizikailag is felkészül
arra, ami rávár. Nem furcsa? Mi sokkal erőtlenebb, gyengébb, törékenyebb emberként néha sokkal butábbak. És futunk, szaladunk akkor is, ha nem üldöznek az életben. Szombat és szerda a két nap is van, amit látunk ebben a rövid időszakban, amikor, és gyakorlatilag a csütörtöki nap is ilyen, szinte három nap, amikor szellemi, lelki, fizikai megpihenés van, és csütörtökben, akkor már ugye az utolsó vacsora után elkezdődik az a fajta tusa, ami aztán egészen a kereszt halálig tart. A nyugalom napján is nem megy prédikálni, hanem megszentel a nyugalom napot. Jézus mindig megszentelt a nyugalom napját, tehát ő meg nem tölte soha a sábbatot. Nyilván, hogy próbálták vádolni ezzel, hogy jót tett, ugye gyógyított betegeket, de ő ezt nem tette soha, hanem ő megszentelte a nyugalom napot. Ebben esetben azonban másképpen teszi, mint korábban. Tanuljunk Jézus bölcsességéből. Tanuljon az, aki hajlamos a lustaságra. Akinek elfolynak a napjai a tétlenségtől, és a lelki erőtlensége, hanyatlása abból fakad, hogy lusta. Azt veszi észre, hogy elment az egyik óra a másik után, egyik nap a másik után, és nem jutott semmire. Jézus tervszerűsége, aktivitása, odaszentelt élete a lustákat megtérésre hívja. Hogy buzogjon a szívük. Hogy lelki buzgóság legyen az életükben. És ne várják, látott szája, hogy a sürgalom belepül a szájukban, és akkor valami történni fog az életükben. De nem csak a lustáknak tanúságos Jézus példája, hanem azoknak is, akik oly mértékben zsákmányolják ki a lelküket és az életüket, hogy a végletekig kimerülnek. És amikor az Istennek való áldozatra kerül a sor, akkor már vak és sántát áldoznak Istennek, mert nem marad semmi az életeik. Fel lehet tenni a prófétával a kérdést, miért fárasztjátok az Urat? Miért próbáltok embernek erőlködni, és úgy tenni, mint a Dávid módjára dicsérnétek az Isten. Ha igazán egész héten, meg lehet a nyugalom napján sem készültetek arra, hogy az Istennek méltó áldozatot hozzatok. Kemény szavak, nem? Ha Jézus példáját nézitek, akkor bizony megtérésre hív benneteket. Jézus példája. Jézus példája mindig megtérésre hív a bűnös ember. És neked és nekem mindig meg kell térni. Jó hír? Higgyétek el, jó hír. Felszabadít a képuratok hazudozástól. Felszabadít az emberi erőködéstől. Néhányan kimerülten vergődnek az Isten jelenlétébe, és valahogy összepróbálják kaparni a maradék energiájukat, hogy valami foghíjas, vak és sánta áldozattal megfeleljenek az Istennek. Nem kellene neki így lenni. Ideje lenne megtérni a balga életüteletből. Az úrvacsorai közösség, amelyet Jézus ugye elrendel és megparancsol, gyakorlatilag Jézus tanításában, ami ősidők óta, az egyház fennállása óta egyértelmű és egységes, az az úrvacsora és a bemerítés igazság. Amit ő elrendelt, megparancsolt, hogy ezt gyakorolják a keresztények. Kikkel úrvacsorázott Jézus? A tanítványaival, azokkal, akik hozzá közel állnak. Mit fejez ki, amikor egy keresztényben úrvacsorázik? Hogy közel van Jézus Krisztushoz, közel van a mennyi atyához. Mit üzen egy tanítvány, amikor nem úrvacsorázik? Hogy távol vagyok az Isten. Távol vagyok Jézus Krisztustól. Ilyen egyszerű. Júdás már nem volt ott, amikor az úrvacsora vételére sor került. És tudjuk, hogy a széder vacsora több
elemből állt, és amikor az elem jött a széder vacsorában, a páska vacsorában, amit mi aztán Jézus tanítása alapján úrvacsoraként ünneplünk és emlékezünk, ott már Júdás nincs jelen, csak a hozzá hűséges szeretet tanítványának jelen. Érdemes ezt is megszívelni és megfontolni, mert több dolognak a balga életünk vezetésünk miatt elvész az értéke a szívünkben, és emiatt, mivel az értékét nem tartjuk, ezért az erény is elvész számunkra. Ha valamit meg tudunk ragadni a szívünkben az Isten igéből, annak az ereje és erőforrása is beáradnak az életünkben, és szellemi erővé, isteni dinamizmussá, isteni bátorságá, bizonyított erővé válik az ember életében, mert meggyőződésből cselekszem, hitből cselekszem, van egy szellemi megértésem és világosságom az Istentől. És ebben van erő. Nem is véletlenül írtam ki egy igeverset, egy hit eseménye, ugye ezt végigvettük. Azt mondja az írás a 19. Zsoltár 8. versében, aki látja, olvassa velem, az Úr törvénye tökéletes, felülírja a lelket, az Úr intő szava határozott, bölcsét beszél legyen. Csodálatos ilyen. Hogy milyen áldás az Istennek a beszélve a számunkra. Hogy frissíti fel az ember szellemét, a lelkét, üdíti fel az ember lelkét. És milyen bölcsesség származik az emberben, az ember számára, a mindennapi élet vezetésének fölülvizsgálatához. Jézus körül látunk egy ünneplő sokaságot, egy elég nagy számú tömegvető körül. Azt tudjuk, hogy hosszú ideig Galileában szolgált, vélhetően, amikor elindul a jeruzsálemi ünnepre, akkor a galileai zsidók nagy többsége is követi őt, és mennek vele zarándokolnak Jeruzsálembe a páska ünnepre, és ők lehetnek az a nagy ünneplő töm, aki körülveszi és hátul Jézust, és mondják nagy büszkén, hogy ugye származhat-e valami jó Nazaretből, mondták a jeruzsálemiek, és kérdezték, ki ez. A galileaiak azt mondták, a mi profétánk. Mondják, hogy a galileai proféta, ez a Názaret Jézus, azaz a mi profétánk. Nem, kicsit ilyen, megint ilyen görbetűköd ez a mi számunkra, ez a fajta kicsinyes dicsekvés, úgyhogy nem is ismerték, hogy kiről van szó, mert maga, amit mondanak, hogy a galileai proféta az nem jelenti azt, hogy ő lenne a messiás, az Isten fia. Mert ezt ugye nyilvánvalóan nem így gondolták. A Krisztus halálának és kínszenvedésének ideje közel jön, de itt ez a bevonulás, amit látunk, ez a királynak a bevonulása, és maga az ünneplés is a messiás királynak szóló ünneplés, ezért Jézus ezt elfogadja, nem is csitítja az őt ünneplő és magasztaló tömeget. És majd néhány nap múlva ugyanezen az útvonal az Olajfák hegye felől érkezik majd Jézus, ugye Getsemáné kertből viszik, hurcolják be a názáreti Jézus Jeruzsálembe. Ez azért lényeges, mert a zsidók tudták, hogy a proféciák arról szólnak, hogy a messiásnak az Olajfák hegye felől kell beérkezni a városba, az aranykapun, és azt kell látni, hogy mikor Jézus világvasárban bevonul, ezen az útvonalon vonul be, és amikor a szenvedésre viszik majd be, szintén ezen az útvonalon vonul be, és amikor majd az Urakura és királyi királya dicsőséget címében jelenik meg, ugye azon a hasalékon keresztül, amely az Olajfák hegye kettéhasadásával nyílik a jeruzsálemi városban, ketté szakad ez a jelenleg a botor módon az arabok által, a török arabok által befalazott ékes kapu, mert ugye ezek azt hitték, hogy ha befalazzák a kaput, a messiás nem tud bemenni. Szóval mondták, hogy hát, a messiásról van szó, nem gond ez a befalazott kapu, ezért csinálják egy temetőt oda. Nosza nektek, ketté szakad északról felől a Olajfák hegye, egy mély völgy szakítja ketté az egész temetőt, meg mindent ott, hogy nem lesz akarája a messiásnak, hogy bevonuljon Jeruzsálembe, csak ugye az emberi okoskodás és butaság kategóriája, már amit bavonás módon cselekedtek az arabok ott. A messiási proféciák, mint mondtam, beteljesedését látjuk, például az Zakariás 9.9-et olvasom, de az Ézsaiás 62.11-et beteljesedik itt.
Zakariás 9:9 így hangzik, örvelj nagyon Sion lánya, újjon Jeruzsálem lánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és Szamár háton ül, Szamár csíkó hátán. Nagyon érdekes ez a proféciának, ez a pontos betöltése, hogy maga a Szamár tulajdonos mit tudott Jézusról, nem tudósít bennünket az evangélium. De azért nagyon tanúságos, amikor Jézus az evangéliumokban először használja magára a királyi szót. Azt mondta, a Kyrios, a király küld, azaz Úr küld. Tétek, ezt mondjátok ennek az embernek. Életen ismert Jézus, lehet meg is volt ez beszélve, vagy hallott róla, és így engedi el ezeket a szavakat, és azt mondta Jézus, hogy mondjátok meg neki, hogy vissza is fogom küldeni. Miért fontos ez? Talán néhányan bibliaolvasóként emlékeztek arra, hogy Sámuel proféta által milyen kijelentések hangoztak a király jogaival kapcsolatban el. A királynak joga volt például a szamarakat elvenni, és tulajdonába venni. Ezért volt fontos, hogy itt van a Dávid fia zsidó királya, de nem tart időt a szamarakra. Ez egy másik fajta királyság. Nem olyan királyság, mint Dávid királysága, vagy Salamon királysága, vagy Roboám királysága, ez egy másfajta király. Ő nem tart igényt a te szamaradra, vissza fogja hozni. Másrészt meg Jézus halála közel volt, mennybemenetele közel volt, nem volt szükségei szamáromra. Tehát ilyen szempontból nem tudott volna már mit kezdeni, még etetni kellett volna a tanítványoknak azt is. Tehát jobb dolgá volt, amikor a szamáradra visszaküldi. De is egy különös dolog, hogy ilyen módon ad jelzést, hogy ő király, de más, mint amit az emberek gondolnak róla. Útra terítették felső ruhájukat, korábban pedig azt olvassuk, hogy a tanítványai pedig föltették felső ruhájukat erre a szamácsikóra, hogy Jézus fölült rá. Ugye Jézus ezt nem kéri tőlük. Se a tanítványoktól nem kéri. Ez már valami olyan volt, amit a szívükből valahogy ebben a lelkesedésben, ebben a hódolatban, ők azt mondták, hogy akkor oda tesszük, nincs gyerek rajta, hát legyen a mi ruhánk, ezen üljön Jézus, nincs itt vörös szőnyeg, terítsük le a felső ruhánkat, ágakat vágdostak, leterítették a földre. Ez nem valami kultikus dolog volt, egyszerűen ösztönös volt, a tiszteletnek a jelen volt, a gondolatnak a jelen volt számukra, így próbálták kifejezni Jézus felé ezt a fajta tiszteletüket. Majd ezt olvastuk, hogy előtés után ugye sokaság kiáltott, hogy Hozsanna Dávid fiának áldottak ilyen az Úr nevében, Hozsanna magasságban. És fordíthatjuk, hogy üdv Dávid fiának, üdv a királynak, aki az Úr nevében jön. Vagyis Isten megbízásából érkezik hozzánk. Isten küldte el hozzánk. A Hozsanna szó egyébként azt jelenti, hogy szabadíts meg, válts meg, adj váltságot. Azt is mondanám, könyörülj rajtam, könyörülj rajtunk. Ments meg hát, így is fordíthatjuk, hogy Dávid, állíts helyre az országot, és ments meg bennünket is. Adj szabadítás nekünk. A 118-as Zsoltár 25. versét idézik itt, ó Uram, segíts meg, ó Uram, majd szerencsét, és 26-os vers, áldott, aki az Úr nevében jön, megáldom titeket az Úr házából. Ugyanakkor megjelennek a fanyalgók is, és picit erről is szeretnék beszélni, talán az egyik legérdekesebb számomra ez a fajta lelkület, ami itt a Máté 21.15-től 17-ig is, majd Lukács evangéliumából is, amit felolvastam, kitűnik. Máté 21.15-től. Azt olvassuk itt, hogy amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották Hozsanna Dávid fiának, haragra robbantak. És így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik, hallom, sosem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Mert ott hagyta őket, kiment a városból, Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Ő megint Betánia. Visszamegy Betániába ebbe a testvéri közösségbe. És amikor Jézus azt mondja, azt olvassuk, hogy ott töltötte az éjszakát, akkor mit csinál? Imádkozott. Ugye tudjuk róla, hogy amikor ilyen kifejezések vannak, akkor nagyban azt üzeni nekik, hogy Jézus elvonult és imádkozott. Megint csak a szellemi, lelki készülés. Például.
Lukács 19.37-től pedig azt olvastuk, mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok égi sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak ugye Galileában, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Sokaságban néhány farizeus ezt mondta Jézusnak: Mester, utasíts rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani, a kövek fognak engem dicsőíteni. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta. És így szólt Jézus: bár felismerted volna ezen a napon, te is a békességre vezető utat. De most már el van rejtve szemlédelől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásodnak idejét. Több kérdés is fölmerült bennem, amikor láttam ezeknek az embereknek a viselkedését, reakcióját, és próbáltam keresni azt is, hogy vajon mi hogyan érzünk, hogyan látunk olyanokat, akik nagy lelkesedéssel, nagy szenvedéllyel szeretik azokat. Akik nagy tűzzel, nagy lelkesedéssel, nagy hőfokon égnek az Úrért. Hogy nézzük őket? Mit gondolunk róluk? Jobb lenne a bajnak? Kínos, ciki, hangos, erős, dinamikus, intenzív. Persze a lustának az, a végletekig kimerültnek az. Nincs hely benne ennek a fajta lelkesedésnek, szenvedélynek, tűznek az életében. És elszomorodtam. Mert azt látom a keresztény egyházban nagyon sok helyen ez a fajta fonyalás. Ha van valaki, aki szenvedélyes az Úrért, az borondan néz. Azt 5-6 megpróbál visszahúzni. Csak azért, hogy neki ne legyen kellemetlen. Ne gondolja azt, hogy neki is ilyen komolyan kéne venni az Urat. Néhányan sóhajtoznak, adnak egy órát Istennek. Mekkora szolgálat vagyok Istennek. Észesen vesszük, hogy minden sejtünket Isten adta. Semmi nincs, amit ne a Teremtő Istentől kaptunk volna ebben az életben. Minden pillanat, amit élünk ebben az életben, az Isten ajándéka. Tudtad ezt? Amikor azt mondjuk, hogy Teremtő Isten, tudjuk-e, hogy mit mondunk ebben? Hogy van tulajdonosa az életemnek. Hogy nem azt csinálom, amit akarok. Nem az enyém az élet, amivel rendelkezett. De mi bolondok vagyunk. És azt hiszünk, hogy kicsit adunk Istennek, örülhet. Mert a miért? És úgy járunk, mint Jeruzsálem. Amikor eljön rá a nyomorúság, a baj, akkor már nem találja. Mit gondolsz, ha jó napokban nem keresed az Istent? Majd fogod, mikor baj lesz? Olyan könnyű lesz megtalálni? Olyan könnyű lesz szenvedésen, tűzben égni az Úrért? Amikor nem a jó napok lesznek, mint most esetleg többetek vagy többünk életében? Felmerült néhány kérdés, amit leírtam magamnak. Nem fogom mindegyiket megválaszolni, mert nem ismerem mindenkinek az életét. Magam szempontjából, magam számára igyekeztem megválaszolni magamnak, az én életemre nézve ezeket a kérdéseket. Néhányra talán ki fog térni most, de Isten ismer bennünket, mindannyiunk szívét és életét, és az Istennek van olyan szeretet és kegyelme, hogy mi mennyi Atya, föltárja a szívünk állapotát, hogy segítsen rajta. Tudtátok, Isten mire szeret bennünket? Hogy föltárja a szívünk állapotát, hogy segíteni tudja rajta. Tehát néhány kérdés.
ki hogyan és miért reagál úgy, ahogy az Isten magasztalására, imádatára. Mikor lát szenvedélyesen Istent imádó embereket, Istenért égő szívű embereket, hogy éled az? Milyen hatása van rá? Bonz, lelkesít, az ó, halleluja, de jó, én is akarom, ó, ez mond, de boldog. Lehet ezt olcsóban is megúszni. Hát ez már nem baptista. Egyszer volt egy konferencia, Isten lelke nagyon erőteljesen kiáradt, szívek törtek össze, emberek születtek, újjá szabadultak meg. Beszélgettem egy emberrel, ölel hozzám, hogy hú, a Szent Élet nagyon kiáll. Annyira kiáll, hogy ez már nem volt baptista. És az mondat első részét hallottam, hogy repesett a szívem, hogy hú, de jó. Hallottam mondat másik részét, azon gondolkodtam, hogy miért van baptista Szent Élet? Meg van nem baptista? Mert nekem eddig azt nem mondták el. Én az túl naiv keresztény voltam, hogy ilyen felvilágosulj. Ezek után rá kellett jönnöm, hogy bizonyos embereknek van baptista Szentlélek, meg van nem baptista Szentlélek. Hát ki kell ábrándítsak minden így gondolkodót, hogy a Szentlélek az nem vallás felekezete. És az Istent nem lehet dobozba zárni. Nem te alkottad az Isten, hanem Isten alkotott téged. És majd ő megmondja, mi a legjobb. És a legjobb nekünk, azt mondjuk, hogy Uram, a lovag befogva, a kantár itt van, hajrá, megyünk, ahol te mondod. Aztán azt a kérdést is felírtam, hogy mi az, ami serkenti a dicsőítés örömteli életet? Gondold végig. Mi az, ami a te életedben buzításhoz, lelkesedéshoz, szenvedélyhoz, ami a hosannát énekled, a dicsőség az Istennek, halleluja! Ráadásul úgy, mint aki ismered már a Mesiást. Nem csak emberi elképzelésed van, hanem kijelentésed van a Szentlélektől, mert a Szentlélek által újjászülettél. Mi húzza az emberek szívét? Mi az, amiatt nem örül az ember az életnek és a nagybetűs életnek? Milyen döntések vezettek ahhoz az életedben, hogy úgy érzed, ólomsúlyok vannak rajta? Anyagi terhek és adósságok, amelyre újabbakat veszel fel? Vállalkozásról vállalkozásra, munkáról munkára, pénzkeresetről pénzkeresetre? Úgy terveled az életed minden napját programokkal? Szabadidős tevékenységekkel? Hogy nem marad már időd arra, hogy egyáltalán kérdéseket tegyél fel Isten szín előtt, és az Atya beszélgetni tudjon veled. Milyen kegyelmes az Isten, hogy legalább eljön gyülekezetbe. Nem? Milyen borzasztó lenne, ha még így se szólna Isten. Jól ellennénk, elhangozni egy szép virágvasárnap prédikáció. Mindenki mondaná, na ez jó prédikál, olyan szépen beszélt abban. A tulipánok is szépek volt. Szépen énekeltek, nagyon aranyos. Tudjátok, én nem aranyos akarok. És a dicsőd is aranyos, megette azt a... Egy dicsőd is tüzes legyen, szenvedélyes legyen, erőteljes legyen. Szent szerető átadat legyen. Az Isten természeti elején nyilvánul. Jelenjen meg benne a mindenadó egyigaz örök Isten. És azt érezzék az emberek, ó, halleluja, kinyílt a mennyország. Ó, mintha látnám az angyalokat. Ó, itt is egy angyal, ott is egy angyal. Ők énekelnek már, nem is mi? De hát amíg a dicsőítés azt jelenti. És romjaiból vakarja össze az ember magát, hogy egyáltalán az agya bizonyos szeletei megérkezzenek az útról, mert elhagyta őket is pongyabok. Hát akkor... Milyen szenvedély lesz ebből, kedvesem? Milyen szellemi áldozat lesz ebből? Hát valaki is sárta. Nem, amit utál az Úr. Ne ábrándozzon. Ne ábrándozzon. Isten utálja. Tehát Isten
vágyik a megalázott szívet látni, vágyik arra, hogy lássa, hogy örüljön az ő népének. De tudjátok, amikor ezt a kínlódást látja rajtunk bennünk, akkor nem örül az Isten. Mint hogy te se örülsz a gyerekednek, hogy hozta a harmadik egyes is a héten. Jaj, de jó! Ó, de ügyes vagy! Olyan szuper, hogy végig számítógép eszel ezt a három napot. És hoztál három egyes! Megdicsérlek! Hát ha így tudod a gyerekeiddel a leckét, akkor Isten nem én nem tudod. Tök egyszerű, nem? Nem bonyolult az a hívő élet. Mi húzza le tehát az ember szívét? Hogyan léphetünk előre? Hogyan változtathatunk a dolgainkban? Hogyan tervezhetünk, mint hogy Jézus megtervezte ezt a hetet? Látjátok, érzitek benne? Volt szerintetek sok szükségben lévő ember Jeruzsálemben a 2,5-3 millió ember közül? Mégis azt mondta, hogy én inkább most úrvacsorázok az enyémekkel. Most pihennek fizikailag. Nem mászkálok össze-vissza. Alszok együtt. Beszélgetek még velük, mert nem sokáig leszek már velük együtt. Időt töltök az enyémekkel, akik hozzám tartoznak. Ez az érték számomra. A sekélyesség sokszor ennek a hiányából fakad. Nem értik az emberek, hogy miért jönnek össze. És ha nem értik, miért jönnek össze, hát az olyan is. Aztán felírtam két családi kérdést is, mert úgy gondolom, hogy nagyban meghatározza az ember lelki állapotát és kondícióit, hogy milyen családi háttere van, valaki már házas. Hogy hogyan élik meg az életüket a házasságban. Mit tegyen a feleség, hogy a férje boldog legyen? Mit tegyen a férj, hogy a feleség boldog legyen? Néhányan talán arra számítanak ennek a két kérdésre, most megmondom. De én nem akarom megmondani. Tudod mit? Kérdezd meg a férjedtől a feleséget. Én is megkérdezem az enyémtől. Hát legjobban ő tudja megmondani, mi a jó neki. Mert én tudom megmondani neki a legjobban. De ne sértődj meg, ha megmondja, hogy valami nem jó. Hanem a nehéz is elfogadni, amit mond. És mond, köszönöm, hogy őszinte voltál. Mert így legalább tudok változtatni, és jobb lehet az életünk. És ha jobb lesz az életünk, talán több szabadság is lesz benne. Nem lesz az ólom nehezék rajtunk, egymás miatt. Mert rágjuk egymás lelkét. Lehet nem is tudja ilyen házastárs, hogy hogy rágja a másik életét. Ő sem tudja, hogy rágja a másik életét, mert a másik nem is mondja meg neki, hogy már elegem van belőle. Gary Chapman volt itt ugye nem régen, és egy előadást tartott a könyvéből, szeretet öt nyelve témában. És nagyon érdekes volt, amit mondott még arra az időről, mielőtt ő megírta volna ezt a könyvet. És egyáltalán megértette volna az egész rendszerét a szeretetnek, az emberi lélek ezen rezdüléseinek. Azt mondta, hogy fiatal házasok voltak, és azon gondolkodott, hogy biztos jól őt vettem el feleségét. Szeretném felnyújtani. Azért tedd a szívedre a jelképesnek a kezed. Melyikőtöknek nem jutott már egy eszébe valaha? Vagy biztos, hogy jó emberhez mentem hozzá. Biztos, hogy jól őt vettem feleségül. Piszkó tele volt a kölcsei előadterem, és az így lazán elmondta, hogy gyakorlatilag házasságkötésük után nem sokkal, mert ezen gondolkodott, hogy így lehet, nem is jó asszony lett, hogy nőt vettem feleségül. De hát most már így alakult, hír vagyok el, nem várok, majd csak lesz valami. Hát ugye ez elég szárnalmas, nem? Elég segélyes életkilátás. Hát nem is mondanám, hogy annyira lelkesíti az ember. Milyen jó, hogy nem így van. És azt mondja, Istenre járt, imádkozott, és előhozott a Szentlélek egy képet, amikor Jézus megmosta a tanítványok lábát, és megszégyenült. Azt mondta, összetöltem és megszégyenültem, mert kevés voltam, büszke voltam, és rájöttem, hogy nem Jézus lelkülete van bennem. És akkor azt mondta, Úr Jézus, könyörülj rajtam, hogy az a lelkület legyen bennem, mint a tiédet, hogy tudjak szolgálni a feleséget. Hogy az a lelkület legyen bennem, mint Jézusban volt, hogy tudjak szolgálni, félem felé. Azt mondja.
Nem kellett négy könyvet olvasni, meg könyvet írni. Elég volt a Biblia. És aztán írt valamit, ami a világiaknak is üzenet lehet. Mert a világiak nem ismerik Jézust. És akkor próbáld meg a lelkedből, őző érdekeid mentén szeretni a házastársadat, hogy neked jobb legyen. De ugye Jézus lelkülete fény évekre van ebben. És Jézus lelkülete csak tőle lehet bennünk a kapcsolataink. Így van? Családban, barátságban, testvéri kapcsolatokban, házasságban, apa, fiú, apa, lány és fordított kapcsolatokban. Csak a Szent Lélektől, nincs más lehetőség. Csak a Szent Lélek által, mert nincs bennünk ez. Nem tudjuk kisajtolni magunkból, mert nincs bennünk. Azt kell mondanom, hogy még nyomokban sem tartalma szeretetet. Bármennyire kiábrándító is. Oly véntemű romlottak és őzőek vagyunk magunktól. És akkor azt mondta, hogy végül is, mikor ezt ugye a Szentlélek megmutatta neki, megtért, imádkozott, akkor nagyon egyszerű kérdést tett fel a feleségnek. Azt mondta, hogy mit tehetnék, hogy segítsek neki? Tehát miből, mi az, amiről azt érzed, hogy én javadra vagyok, mint férjem. Aztán a másik kérdés az volt, hogy másik kérdés az volt, hogyan tehetném könnyebbé az életedet? Milyen fontos kérdés, nem? Kapcsolatokban. Hogy mi az, amit úgy érzed, hogy emellett. Hogy az életed jobb mellettem. És aztán hogyan legyek jobb férj? Ugye fordításában pedig feleség. És akkor hallgassuk meg egymást. Legyünk őszinték lenni, és hát csodákat fogunk meglátni. Szárnyalni fog a lelki életet. A házasság új dimenziók nyílnak meg. És mi konferenciára se kell tenni. Mert a konferencia nem oldja meg a problémáikat, azt tudtad. Azt az Isten tudja megoldani, ha van egy nyitott szíve. Van egy nyitott szívű. Isten szíve. És nyilván kell a kölcsönösség. És szintén a egyszerűen betette föl, hogy miért hagyna le egy nő olyan férjét, aki minden megtesz azért, hogy boldoggá tegyél. És fordítva, miért hagyna egy férfi olyan nőt, aki mindent megtesz azért, hogy a férjének segítője legyen? Miért válna el? Nem fog elválni. Akkor fog elválni, ha ezek nem így működnek az életben. Felmerülhet a kérdés, ha ilyen egyszerű, akkor miért nem teszik olyan sokat? A szenvedélyes, tűzben égő lélek, szellem nagyon könnyen tud csatlakozni egy lelkes Krisztus imádathoz, dicsőítéshez. Nem idegen neki ez a lelkesedés, az a szenvedély, amit nyilván sokszor lelki módon jelenik meg itt a hozsannázókban, mégis igét énekelve, de maga a lelkesedésük azért az tanúságos. És megszívlelt. Ez a szív, az ilyen lelkület szárnyal, kapcsolódik, azt érzi, otthon vagyok. Igen, ez az. A hideg kiszáradt, elüszkösödött, valamikor égő, de már a kialudt, vagy pislákoló, megkövesedett szív számára idegen, sőt idegesítő a szenvedély, a szenvedélyes hívőnek, dicséret és idő. Így van? Idegesítve minket, nem? Amikor jó szárazak vagyunk. Kiaszottak. Alig élünk, idegesítve. Ha bolondok vagyunk, engedünk el. Ha nem, azt mondjuk, hogy csináljam? Hogy csináljam? Én is akarok olyan lenni. Gyere már ide, mondd meg neked. Mit csináltál egész időt? Hogy osztottad be az időt? Hogy készültél a mai alkalom? Hogy volt ez? Mi, hogy szoktál? Mit nyilatkozol? Mit olvasol? Bibliát. Mondtam, hogy egy Szentlélek törzsben, itt vagyok, szükségem van rád, Uram,
nem tudom magam megváltoztatni, nyomorult vagyok, lelkem kiállsz, kiszáradt, tűztelen, ó, uram, gyújts tüzet bennem, és ennyit csinálom. És így működik. Így. Hát így kéne próbálni. Amikor valaki szolgálatra készül, és kiszáradt szívvel, pislákról lélekkel készül, az elemézse az. Amikor egy kiszáradt szívű, pislákról lelki dicsőítés vezető dalokat választ, ebből a lelki nyomorából fog választani. De a lelki nyomorát előbb az Úrhoz viszi, és azt mondja, nyomorult vagyok, Uram, törzs be szent lélekkel! Szabadíts meg, törd meg rajtam az igen! Hát mindjárt más lelki állapotban lesz már csak ettől az imádságtól. Egészen más dolgokat fog választani. De higgyétek el, az ige hirdető is. Egészen másképpen rója fel a sorokat alapra. Más módon kap hangsúlyokat a szellem üzenete, mint az elmének és a léleknek gondolata. De ugyanez igaz a gyerekmunkásra. Ő, már megjönzök a gyerek. Jó, én vagyok beosztva. Én kenyert is kell kenni. Ó, Uram! De ebből milyen áldás az? Mit fognak érezni a gyerekek? Állod a szemzsébet? Imádkoznak érted, hogy jó, menjünk neki, meg ne halljunk neki. Vagy neki valami tüzet, mert ez így nem fog menni. Gyermekek így csesegők szája által szerzel is, ez nem fog. Ha azt mondod, ó Uram, áldás szeretnék lenni, de magam, nekem nincs mit adni. Vértesz fel, tölts be. Kenj fel! Elveníts meg! Nyisd meg a gyerekek szívét! Jelenj meg között! Árasz ki drága lelkedet! Imádkozás! Majd kezdi az? Úgy de kínos már, hallgatom, jó? Olyan rossz volt az ima alkalom, én nem is örök többet. Hát bocs, a buzgóság azt jelenti, hogy veszed egyiktől a másiktól a szót. Mert kérd az imádság könyörgés szellemét. Hát mit gondolsz? Te tudsz magadtól imádkozni, ki tudod találni a szellem gondolatát? Imádkozhatok mindenkor a Szent Szellem által azt, hogy a pálapostól. Ott is lát is, ott is mondja. Bocsánat, nem magunkat akarom karikírozni, mert azok vagyunk. Csak néha olyan módon gondolkodunk botorul, hogy megfosztjuk magunkat azoktól a szellemi forrásoktól, amelyek adatnak, mert nincs bekalkulálva az ember erődés. Nincs bekalkulálva a vak és sárga áldozat. Nem így gondolkodik az Isten. Isten szellemben van bekalkulálva. És szellem által felkenve, az Isten ajándékai által szolgálunk és visszük az áldozatot az Isten. És terítjük le a felső ruhánkat. És hajlunk meg és hódolunk a kilet. Nem büszkén, gőgösen, osztva az eszed az Istennek, hogy neki hogy kéne bennünket megállni. Mikor az emberek testi módon élvezeteket keresnek, közben ugye kimerítik magukat, és nem maradnak a legnagyszerű gyönyörűségről, az Úrral való találkozás áldásáról, ezért az ilyen embereknek sivár és sekélyes az élete. Betániában Lázár és Mária, és Márta háza az imádott hely volt, az imádság háza. Ott vagy én is. De szeretett menni. Vágyunk arra, hogy Jézus szeresne ide jönni? Vágyunk arra, hogy Jézus nézze az órát? Véleményben is nem tiszteletet lesz. Ó, halleluja! Kettőtől próbálok a dicsőítőt. Nem akarok lemaradni. Az már akkor olyan jó. Már kettőtől olyan jó! Ó, jönnek az imádkozók, ó, semmiképpen nem maradok le, ott szeretnék lenni. Olyan jó ezekkel együtt lenni, hogy imádkoznak. Á, négytől az Isten tisztelet. Felfedező csoport háromtól. Ki nem adná? Szeretnéd, ha az Isten így gondolkodna az olyan néma kicsirekedőtől? Azt gondolod, butaságot beszélek? Biblia azt mondja, hogy gyönyörködik Isten az ön népében. Letekint Isten a mennyből, és keresi az Isten fél. Azt gondolod butaság, amit beszélek? Hogy nem szeret lakozni az Isten, dicsérd az imádó szívben, dicsérd is az imádó közösségben. Ahogy nem ezt mondja a Biblia?
arra kerül a sor, hogy lehetőséged van Istennek szolgálni, Istent imádni, Istent dicsőíteni. Azt javaslom neked, hagyd bele apai anyai. Minden! Régen mondtam már, az Úrnak minden úgy. Tudjátok a zsidók, hogy imádkoztak? Így. Jó, vagy elszél. Tehát azért imádkoztak így, mert ők fizikailag is ki akarták fejezni, hogy teljes erőből. Lehet, hogy bolondnak tűnnek, de legalább megpróbálják, érted? Tehát valahogy megpróbálják az ígét betölteni. Én azért ez azt gondolom, hogy ez mégse az igének a betöltéseknek, a keresése, érted? Hogy legalább azt mondom, nem tudom, hogy kell, de legalább megpróbálom. Nem biztos, hogy jól csinálom, de legalább megpróbálom csinálni. Valahogy. Majd kiegyenesít az Isten. Az Atya megtérésre hív. Mózes által azt mondja az írás, az 5 Mózes 18-15-ben, prófétát támasz, ugye a názáreti Jézusról, a Mesiásról, Mózes által a Szentlélek. Atyáfiai közül Istened az Úr, olyat, mint én. És azt mondja Mózes által a Szentlélek, ő rá hallgasson. Támasz nektek prófétát, Mesiás támasz nektek az Isten, hallgassatok rá. Ráhallgassatok, azaz engedelmeskedjetek, hajoljatok az ő szavaira. Bemerítő János azt mondja a Máté 3:8-9-ben, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. És így folytatja. És ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban. Mi atyánk Ábrahám, mi hívők vagyunk, mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is fogja támasztani. Mit mond Jézus a farizeusoknak? Mikor mondja, hogy némítsál a dicsőítőket? Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak. Ilyen egyszerű. Mindig lesznek olyanok, akik megtérnek, újjászületnek és szeretnékből. Ha nem te leszel, leszel más. Lesz más. Tudtad, hogy volt olyan az egyháztörténelemben, hogy egyetlen tanító áll ki a Szent Háromság igazságban. A teljes nyugati egyház, nyugati kereszténység, a Jehova tanúi meg az unitárius eretnekségekben megjelenő egyisten hitet vallotta. Egy, aki ötször számít lótszár vezető. Egy maradt. És ezeket elsöpörte az Isten szelleme, és az egynek a magja által visszatért az igazság. Ő megmaradt az igazságban, nem hajtotta meg magát. A császáró királyok előtt sem vállalta az üldözést is, mert azt mondta, hogy ez evangélium igazságát nem engedem, mert ha Jézus nem Isten, akkor nem is megváltom. Akkor az evangélium lényegétől fosztotta meg a sátán az egyházat. Ezért nem teológiai igazság miatt állok ki, hanem Jézus Krisztus, mert az evangélium igazságon mellett áll. Ezért fontos a megtérő szív. Imádkozzunk ugye a kijelentés alapján, úgy dicsérték az Istent, Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban. Mondtam egy imádságot, és bátorítalak titeket, hogy imádkozzunk ezeknek a gondolatoknak a mentén, de majd saját szavainkkal, tehát segítenek ezek a szavak, felolvasom ezt az imádságot, az én imádságom is. Menj, Atyám! Az Úr Jézus Krisztus, a te fiad, a te szent fiad nevében imádkozom, aki az én megváltom. Könyörülj rajtam, bűnös emberem. A vétkek erőt vettek rajtam. A szívem langyos és közömbös. Irgalmazz nekem bűnösnek, és szabadíts meg. Lobbancs bennem lángra az irántad való szeretet tüzét, hogy szereteted lángoljon szívemben. Égessen ki belőlem minden, égessen ki belőlem a bűn szennyét. Segíts! Új odaszánásra, szent és a Szent Szellemtől buzgó hívő tanítványi életre. Adj szívembe mások iránt is igaz, tiszta szeretetet, hogy ne elöködjek, hanem szárnyaljak szellemed által, és tudjak én is igazán szeretni,
Te, Atyám, a mennyben vagy. De lelked által itt vagy velem. Megtölt szívű gyermekeddel is. Köszönöm, hogy a te szent fiad a Jézus Krisztus áldozat által meghallgattál. Ámen. Ámen. Ha szeretnél így imádkozni, és valami hasonló fogalmazódott meg a te szívedben, és kérlek, állj fel a helyedről. És imádkozzunk együtt. És menjünk az belé. Vigyük a szívünket, életünket. Az Isten színjelé. Hogy a kiszáradt, kiaszott, valóban bolond életet éljünk. Az Isten szellemétől láthatott, az ő bölcsességétől megelevenített, szellemétől megelevenített bölcs életet éljünk. Imádkozzunk most egyszerre félhangosan, imádkozzunk, és a végén majd én fogom bezárni. Imádsággal. Így kivigye a szívét az Urai. Mondd ki a szavakat, kérlek, tehát hangosan is legyen kimondva Isten szín előtt és a szellemvilág előtt is mindaz, ami a szívedben van, amit hiszel, hogy az Isten megszólított téged, válaszolj neki. Köszönöm neked, drága mennyi atyám, hogy a szívből elmondott őszinte ima az nem veszélytelen. Vonzza a te természetfeletti beavatkozásodat, és számítunk erre. Úgy imádkoztunk, mint hogy hisszük, hogy te cselekszel. Itt vagyunk. Megadjuk magunkat neked. Cselekedj úgy a te gyermekeiddel, a szolgáiddal, hogy az a legjobb, Uram, a te akaratod szerint, a Jézus nevében. Amen.